Múlt héten az Európai Őshonos Kisebbségek Ernyő Szervezete, a FUEN Kolozsváron tartotta kongresszusát. A rendezvény kiemelkedő témája volt a Minority Safe Pack, vagyis az a polgári kezdeményezés, amelyet nemrégiben jegyzett be az Európai Bizottság, és amelynek remélt eredményeként európai szintű kisebbségvédelmi törvénycsomag születhet. Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniója, a FUEN, Kolozsváron tartotta kongresszusát. A helyszín kiválasztása nem véletlenül esett Erdélyre, ebből a régióból sok olyan kezdeményezés került Brüsszelbe, amely a nemzeti kisebbségek kultúrájának védelmét szolgálja, köztük a Minority Safe Pack is. Az ötlet innen indult, a Polgári Kezdeményező Bizottság itt ült össze először, és most az aláírásgyűjtés is a Poncidán, a Bánfi kastélyban indul útjára Európában. Emellett fokozott figyelmet fordít a FUEN a közép-kelet-európai térségre, és hát ilyen módon természetes ez a választás, de emellett mi egyébként Ukrajnába, Görögországba, a Kaukázus vidékén vannak projektjeink, tehát azt mondjuk, ugye, hogy Nyugat-Európában némiképpen bemerevedett a kisebbségek jogállásáról szóló vita, de Kelet-Közép-Európában még sok tennivaló és sok lehetőség van ezen a területen. Az Európai Unió népességének 12%-a, azaz 60 millió ember tagja valamely nemzeti kisebbségnek. Elsősorban az ő számukra jelentene intézményes védelmet a Minority Safe Pack javaslatcsomag, amelyet 2013-ban kezdeményezett az RMDS, a Dél-Tiroli Néppárt és az Európai Nemzetiségek Ifjúsága, valamennyien az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának, a FUEN-nek partnerei. Polgári kezdeményezésről van szó, amelynek nem volt könnyű útja. Az Európai Bizottság elutasította az iniciatívát, ezért a kezdeményezők beperelték a testületet. Magyarország a kisebbségek oldalán, Románia és Szlovákia pedig az Európai Bizottság oldalán lépett be a perbe. 4 éves jogi csata után az Európai Unió Bírósága a javaslatcsomag regisztrációjának újratárgyalására kötelezte a brüsszeli testületet. Így március 29-én az Európai Bizottság részlegesen ugyan, de bejegyezte a kisebbségvédelmi javaslatcsomagot. 9 pontot elfogadtak a 11-ből, gyakorlatilag 2 olyan pont maradt ki, amelyek fontosak, az egyik a diszkrimináció mentességre vonatkozik, azt kértük, hogy ezt erősítsék meg a nemzeti kisebbségek és a vallási diszkrimináció területén is, illetve a második az arra vonatkozott, hogy az európai parlamenti választásokon a képviselet biztosításánál vegyék figyelembe az őshonos nemzetiségek szerepét és képviseletének a fontosságát. Ez most nem került be a csomagba, de azt gondolom, hogy a másik 9 az nagyon értékes és nagyon fontos területen lendítene előre Európában a kisebbségvédelem ügyén. Az erdélyi magyaroknak mi jó ebből a Minority Safe Pack-ből? Minden. Egyrészt, mert végre az Európai Unió szintjén kezdenek el foglalkozni a kisebbségvédelemmel, a sokszínűség megerősítésével, a nyelvek megbecsülésével. Az Európai Unió megnyílik a tematika előtt, védelmet fog majd biztosítani a kisebbségeknek, odafigyel erre a területre, ahhoz képest, hogy eddig teljesen elzárkózott tőle. De mondok konkrét területet, például a szerzői jogi piac határokon átjárhatóság, egy fontos terület, hogy mondjuk a sportközvetítések ne álljanak meg Ártánnál vagy Nagylaknál, de hasonlóan fontos a regionális politikákban, tehát a kohéziós politikákban a nemzetiségi és a nyelvi érték figyelembe vétele, amikor a különböző politikákat kidolgozzák, hogy egy régió milyen mutatók alapján kapjon fejlesztési pénzeket. Azt szeretnénk, hogy vegyék figyelembe azt is, ha azon a vidéken kisebbségek élnek. Ez azt gondolom, hogy nagyon sok erdélyi közösségben fontos. Uniós szinten tehát mindössze a kisebbségi keretegyezményben és a nyelvi kartában merül ki az európai szintű kisebbségi törvénykezés. Ilyen értelemben áttörést jelent a Minority Safe Pack, amelynek elindításához 1 millió aláírása van szükség. Ebből 250 ezer összegyűjtését az RMDS vállalta el. A kampány szimbolikus elindítását a FUEN kongresszusának időpontjához kötötték. A látványos akció helyszíne a bonchidai Bánfi kastély volt. Mi azt mondtuk, hogy Romániából 250 ezer aláírást összegyűjtünk, és biztos, hogy lesznek többségiek is, és nem csak a magyarok fogják aláírni, alá fogják írni a többi kisebbségek is, hisz ők is tagjai, nem mind, de jó néhányan közülük a FUEN-nek, és
itt is vannak az arománok, itt voltak a németek, itt voltak az örmények, itt voltak a ruténok, tehát lesznek olyan partnereink Romániában, akik megszólítanak más közösségeket is. És a legnagyobb kihívás igazából ma számunkra, az én meggyőződésem szerint nem az 1 millió aláírás, mert az meg lesz. A következő lépés, hogy mi történik, nekünk terveznünk kell, mert egy politikai döntés fog születni. A tagállamoknak kell hitelesíteni az aláírásoknak a valóságát, és ők egy jegyzékben értesítik a bizottságot, a bizottság ezt összesíti, és utána születik meg az a politikai döntés, hogy mi a következő lépés. És nekünk a politikai döntést kell előkészíteni, tehát partnereket kell keresni Európában, lobbizni kell. Európa nem tolhatja el magától sem az őshonos kisebbségek kérdését, sőt, tovább megyek, meg kell tudni különböztetnie a bevándorlóktól, meg kell tudni különböztetnie azoktól, akik menekülők, sőt, azokat is egymástól meg kell különböztetnie, ezért ez nem mosható össze. Ez az egyik jelentősége, a másik pedig az, hogy fölhívja a többségi társadalmak figyelmét is arra, hogy Európa elvárása az, hogy azt a sokszínűséget, amit Európa meghirdetett az egységben, csak úgy tudja megőrizni, ha ez valóban a nemzetek Európája lesz, a nemzeteken belül pedig mindenki a szülőföldjén tudjon élni, boldogulni és gyarapodni. Az 1 millió aláírást az unió legkevesebb 7 tagállamából kell összegyűjteni. Erre bő 10 hónap van, a határidő 2018. márciusa. Ezt követően az Európai Bizottságnak 1 hónap áll rendelkezésére, hogy megvizsgálja az aláírások hitelességét, és további 3 hónap alatt döntést kell hoznia a jogalkotásról. Ám tudni kell, hogy az aláírásgyűjtés szükséges, de végképp nem elégséges ahhoz, hogy eredményhez is vezessen. Hiszen eddig több polgári kezdeményezés, közöttük a vízhez való jogról szóló is megkapta a szükséges aláírásszámot, mégsem lett belőle európai szintű törvény. Vajon hasonló sorsa juthat a kisebbségvédelem is? Azt hiszem, ez egy történelmi pillanat, a lehető legjobb időzítés, hiszen pár évvel ezelőtt valószínűleg gond lett volna európai szinten tárgyalni a kisebbségvédelmi kérdésről. Mára változtak a dolgok. Mára még az Európai Bizottság meglátása is változott, és kedvező pillanat adódott a kérdés európai tárgyalásához. Úgy gondoljuk, azért is jó ez a pillanat, mert ma Európában szükség van arra, hogy az intézményeket közel vigyük minden egyes emberhez, hogy az egész európai elképzelést és projektet ember közelivé tegyük. És erre a Minority Safe Pack a legmegfelelőbb módszer. Egy korlátok nélküli Európára van szükségünk. Ez a legnagyobb célkitűzésünk. Különösen a kisebbségek tekintetében, hiszen ha ezek a korlátok nem lennének, mi sem lennénk kisebbségben. Mindegyik kisebbség a Hollandiában, Németországban élő frízektől kezdve a baszkokig, vagy a ladin, vagy a szorb kisebbségig. Mindenki büszke a saját hagyományaira, a saját ünnepeire, vagy a saját építészeti megoldásaira. Itt ami fontos számunkra az az, hogy a lehető legszélesebb értelemben fogjuk fel a kulturális örökséget, vagyis nem csak egy-egy épületről, nem csak egy-egy tárgyi emlékről van szó, hanem mindarról a hagyományról, mindarról az örökségről, mindarról a múltról, ami akár kézzel fogható, akár kézzel nem fogható, inkább csak eszmei értéket képvisel, de hozzájárult ahhoz, hogy Európa olyan sokszínű legyen és olyan szép legyen, ahogyan mi azt szeretjük. A Minority Safe Pack mellett a FUEN kongresszus napirendjén szerepel az anyanyelv használat kérdése, a kisebbségi kulturális hagyaték védelme, illetve az európai autonómia megoldások. És bár a magas szintű rendezvény számos érdeklődőt vonzott, a román hatalom csak államtitkári szinten képviseltette magát. Mi több, Bukarest az Európai Bizottság elnökénél panaszolta be Navracsics Tibor uniós biztost amiatt, hogy a kolozsvári FUEN kongresszuson részt vett, de Bukarestbe nem látogatott el.